Többen voltak olyanok, akik futással zárták az óévet, és fürdőzéssel kezdték az újat. 2022 első napján több mint 200-an vettek részt a Jeges Csobbanás elnevezésű rendezvényen. Idén még napozni is lehetett Orfűn a Pécsi tó partján, a víz azonban alig volt 4-5 fokos. A rendezvényre rengetegen voltak kíváncsiak, akik a partról drukkoltak családtagjaiknak, barátaiknak. Nekem nagyon tetszik, és minden évben megcsinálom, most már 10. évet csinálom. Fejbe kell eldönteni, igazából erre nem lehet készülni. Ez az első alkalom. Amit várok, az jéghideg víz és sok adrenalin, azon túl semmit. Ez most már az 5. alkalom, igazából zsinórban a 4., előtte volt egy kihagyás. Hát azt várom, hogy rohadt hideg lesz minden évben, de utána jó lesz, kicsit felfrissül a szervezet, meg kicsit így felébredünk a szilveszteri buli után. Egy baráti társaság évindító kihívásából vált 200 fős rendezvényé a Jeges Csobbanás. Novák Péter ötletgazda azt mondja, egyenletesen, nyugodtan kell lélegezni, nem szabad kapkodni, megijedni. Volt már ilyen jó időnk egyszer, de volt, hogy 20 centis jeget kellett stílfűrésszel vágni. A víz igazából nem melegebb, most az időjárás miatt maximum 1-2 fokról, ha beszélünk, de én, ha jól tudom, akkor ilyen 4-5 fok körül van a víz, még most is jéghártya van a tetején. Idén is voltak olyanok, akik csak megmártóztak a tóban, de a bátrabbak úszva megkerülték a stéget, és így frissültek fel január 1-én.